kiállítás mennyitóval emlékeznek Gyenes az első világháború kitörésének századéki fordulójára, október 10-én pénteken 18 órakor a Gyenesdiási Körségházán. Baba hordozó sétával kezdődik és érdekes előadásokkal folytatódik az első keszthelyi babahordozó nap, ahol gyakorló és leendő szülők is kipróbálhatják a hordozóeszközöket. A rendezvény helyszíne a Gormak Művelődési Központ, a Baba Hordozó Séta, a Sétáló utca kastély felőli végétől indul, október 11-én fél tízkor. Kardos Horváth János a kaukázú zenekar frontembere mutatja be lemezét, szóló koncertjén, a Kesszei Balaton színházban október 11-én este 7 órától. További információ a színház honlapján. Színes buborékok címmel Farkas Ildikó szappangyűjtő kiállítása tekinthető meg Hévizen, a múzeumban. A több, mint 2000 szappan bemutató tárlat tökéletes szociográfia a világ 43 országáról, ahonnan a szappanok származnak. A világ második legnagyobb magánkézben levő szappangyűjteményét október 28 ig láthatják az érdeklődők. Eddig a dátumig látogatható a kortások határon innen is túl, Nagy Jenő Galerista magángyűjteménye, ahol Egresi Péter, Pap Gábor, Laluk György, Pósa Ede festményein kívül számos ismert hazai és külföldön élő magyar alkotó munkái tekinthetők meg. Október 15-én, szerdán 19 órakor, Szenteste, Kőhalmi Zoltánnal és Badár Sándorral a Keszhelyi Balaton Színházban. Műsorvezető Hajdú Balázs. Hévízen október 13-ától Keszhelyen 14-től indul az őszi könyvtári napok rendezvénysorozat, számtalan érdekes előadással, zenésestel, bemutatóval. A programok megtekintése mindkét városban dítalam.